A két megyei közlekedési társaság jogutódjaként létrejött Közép-Nyugat-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT társadalmi felelősségvállalási programja részeként prevenciós kampányokban vesz részt. A járműreklámokon még néhány hétig találkozhat a nagyközönség a trükkös lopásokat megelőző plakátokkal, a belső monitorokon pedig a CO mérgezések visszaszorításában vállal partnerséget a társaság. Hát a katasztrófavédelmek kifejezetten jó kapcsolatunk van, egy együttműködési megállapodás keretein belül bizonyos időszakonként, kampányokban és olyan feladatok közös elvégzésébe veszünk részt, ami mondjuk a katasztrófavédelemnek éves rendes feladata. Gondolok itt például olyan gyakorlatokra, amikor mondjuk autóbuszra van szükség, a mentési gyakorlatok szimulációja, és most ugye most jelen pillanatban egy figyelemfelhívó kampány. Ma veszünk közösen részt. Tatabánya helyi közlekedésben résztvevő autóbuszoknál ez közel 40 darab helyi járati autóbusz, igen, minden monitoron látható. Számunkban ez azt jelenti, hogy a kampány időszak alatt közel 68 ezer alkalommal lesz ez a majd egy perces kis film levetítve. Most ugye a fűtési szezon kellős közepén vagyunk, és egy ilyen szénmonoxid veszélyre felhívó kampány ez, ha csak egy embernél is pozitívan és mérhetően jobb helyzetet teremt, akkor azt hiszem megéri ezt a kampányt folytatni. A helyi járaton azt lehet mondani, hogy közel 35 ezer ember látja naponta, hiszen ilyen forgalmat bonyolítunk le. Azt hiszem, hogy ez egy viszonylag széles felület itt a városban és a városban utazók számára. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a szénmonoxid mérgezéses esetek elkerülése érdekében készítette azt a társadalmi célú reklámot, amely a Vértes Volán buszain novemberben és december elején már futott, és a múlt hétvégén ismét a képernyőkre került. A társasággal közösen így próbálják az esetek számát visszaszorítani, felhívva a lakosság figyelmét az öngondoskodásra és a proaktív magatartásra. Van egy együttműködési megállapodás a katasztrófavédelem és a Volán között, és én azt gondolom, hogy minden olyan lehetőséget ki kell használnunk, amivel fel tudjuk hívni az állampolgárok figyelmét arra a veszélyre, amit a szénmonoxid jelent. Tulajdonképpen mindig veszélyezteti, mindenkinek kötelessége, hogy a saját házatáján rendet tartson, és bevizsgáltassa a kéményt, bevizsgáltassa a gázkészülékeket, annak érdekében, hogy elkerülje ezeket a veszélyeket. A jelenlegi fűtési szezonban január 15-éig vizsgálva az adatokat már 6-szor vonultak a tűzoltók a csendes gyilkos sújtotta otthonokba. Szerencsére egy esetben sem történt tragédia. Az elmúlt fűtési idényben körülbelül 7 alkalommal volt nekünk beavatkozási kényszerünk. Jelen pillanatban a mostani fűtési szezonban pedig 6-szor voltunk már kint, de meg kell említenem, hogy a felszerelt szénmonoxid érzékelők jeleztek.